És Isten osztja szét. Nem az én dolgom ítélni, én csak úgy szeretek itt élni. Miért úgy legyek boldog, hogy aztán még? Boldog, hogy aztán mégsem. A PG csoport dalát hallották, hallottátok, szerzője Jantyik Zsolt, és közreműködött Erdős Fruzsina és Dánielfi Gergely, és jelenlegi diákjai. Kicsit nehéz lufival a kézben tapsolni, de nagyon jól sikerült mindenkinek az előbb. Őt a Méltóság Mezeje program immáron 7. Narcisz virágültetésén. A Magyar Hospice Alapítvány Méltóság Mezeje programját már országszerte ismerik. Fogadására és gondoskodására nevelése a cél az iskolán belül is. Az első év... Ugye 7. év, 7 évvel azt mondják, hogy a sejtjénk is megújulnak, egy kicsit valami frissítést, újítást szeretnénk ebbe a programba is csempészni. Öröm az, hogy 3 újabb iskola csatlakozott ehhez a programhoz, és ebben nem pusztán az a jó dolog, hogy csatlakoznak többen, hanem ők évről évre figyelemmel kísérték ezt a programot, és úgy érezték, hogy érdemes belevágni, és érdemes az iskola tanulóit bevonni ebbe a mentális mindenféle olyan érdekes dologról és gondolatról szóló programba bevonni, ami gyakorlatilag az életetekben mindenhol megjelenik. Arra próbált titeket tanítani, hogy az elmúlás éppen annyira része az életünknek, mint a születés, és a méltósághoz való jogunk épp úgy ott van, mint a boldogsághoz való jogunk. Debrecenből indult útjára, és hát nagyon-nagyon szeretjük, több ezeren veszünk rajta részt minden évben. A félregetés élménye, a várakozás, teljesülnek-e kívánságaim? Igaz, hogy már nem vagyok a hospice osztály tagja, de azért örömmel veszek részt a kézműveskedésen, a hospice futáson és a többi programon. Egészen pici korotoktól kezdve, hogy mindig a tükörbe tudjatok nézni. Mindig igazán szeressétek a barátaitokat, a családotokat, a szüleiteket. Mindig gyerekek maradni, de ha van rá mód, akkor igyekezzünk bizonyos tekintetben előbb-utóbb felnőni. Erről, és kérlek, hogy az álmunkat, a mi nagy közös álmunkat mindig őrizzük együtt tovább. Amire vágysz, de sosem jártál még, de van ez az egy, hol igazán otthon lehetnél. Ahol megszületünk, ott a helyünk, hol igazi sorsunk vár. Napra, amikor együtt bővészik a saját nagy nagy közös álmunkat, és kérlek, hogy emlékezzünk mindig azokra, akik ezt az álmot együtt bővészik velünk. Ahol megszületünk, ott a helyünk, hol igazi sorsunk vár. De egy szív hazajár. Csak a bátorság ad belső tartást és emberi méltóságot. Ándor pedig a következőt mondta. A világi